Vezetőszáron vitték a bíróságra F. Dávidot csütörtökön délután. A korábbi énekest meg a sztár versenyzőt sikkasztással és csalással gyanúsítják. A rendőrség közleménye szerint autókadásvételével foglalkozott, ám több autótulajdonost károsított meg azzal, hogy a gépkocsik eladása után nem fizette ki őket. A bíróság úgy döntött, hogy 30 napra elrendeli az előzetes letartóztatását. A határozat indokolása szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a büntető eljárásban elérhetetlenné válna, ezért az eljárási cselekményeknél való jelenlétének biztosítása érdekében indokolt a letartóztatása elrendelése. A bíróság álláspontja szerint ugyanakkor fennáll a bűnismétlés veszélye is, figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottkénti kihallgatását követően elkövetett újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények miatt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, így az sem zárható ki, hogy a jövőben újabb bűncselekmények elkövetését kísérelné meg. A gyanú 100 millió forintot megközelítő csalásról szól, emellett az egyik sértett híradónknak elmondta, több 10 millió forintot adott kölcsön a korábbi énekesnek, de ebből sem látott viszont egy forintot sem egyelőre. Az első 20 millió forintot azért kérte, mert szerette volna kifizetni a volt üzlettársát, a másik 20 millió forintot azért kérte, mert egy banai telket vásárolt meg, a 15 millió forintot pedig egy Porsche autóra kérte tőlem. Természetesen mindig azt mondta, hogy hamarosan vissza fogja adni. Majd ezután történt az, hogy az autókereskedésbe én beadtam hozzá a 20 millió értékű Mercedes autómat, amit aztán nagyon gyorsan egy fiktív adásvételi szerződéssel, mondhatjánk egy Bianco szerződéssel nagyon gyorsan eltüntetett, egy másik strom annak a nevére iratta át, és onnantól kezdve az autónak az életútját sajnos nem tudtam. A döntés nem jogerős, ugyanis F. Dávid és védője is fellebbezést jelentett be.